Egy számomra nagyon szimpatikus kezdeményezéssel folytatjuk, ugyanis pálinkázással is lehet támogatni a kárpátaljai magyar árvákat, legalábbis az, aki holnap kilátogat a Vörösmarty téren lévő karácsonyi vásárba. A rendezvényen az adományozók a világ legnagyobb 32 literes pálinkás poharából is tölthetnek maguknak egy kupicával. Már is köszönjük ezzel kapcsolatban a stúdióban Sáfár Mónika, Jászai Mari díjas színművészt és Szőnyi Kingát, aki a Magyar Asszonyok Segítségének Szövetségének elnöke, vagy Kinga, ráadásul régi kolléganő. Szóval tényleg pálinkázva lehet segíteni? Igen, régi kezdeményezésünk ez, hiszen ez már a második alkalom, hogy amikor valaki adományt tesz majd be a pénzgyűjtő ládikóba, akkor a világ legnagyobb pálinkás poharát megcsapolhatja, mert kap ajándékba tőlünk egy kis gravírozott pálinkás poharat, és azt haza is viheti, meg is kóstolhatja, és így támogatva egy hungarikummal az árvákat. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és ha már hungarikum, akkor itt Sáfi is ezért van itt velünk, hiszen az operett, mint hungarikum, abszolút illik a pálinkázáshoz és a jótékonysághoz, és Sáfi is rendszeres jótékonykodónk, az Asszony Szövetség tagjaként a kulturális tagozatnak a vezetője, szakmai irányítónk, és hát azt gondolom, hogy ennyi hungarikum egy rakáson csak nagy sikert hozhat majd. Igen, mert hogy a karácsonyi vásáron meg is kapjátok a színpadot, a vásár színpadát a Vörösmarty téren. Kik lesznek ott a fellépők? Erről lehet tudni valamit? Igen. Sáfikám, a Trixieket elárulod, igen, mert azt ő szerezte nekünk. Igen, a Nivot produkciós iroda, ami kis irodánk, ami 2 éve működik, szeretett volna részt venni szintén ebben a kezdeményezésben, úgyhogy az operett műfajával vastagon jelen leszünk, és Teremi Trixi kolléganőm, és az ő családja, a 2 gyermek és a férje koreográfus, táncos, a gyerekek pedig gyerekek, és ők is beálltak, és van egy családi számuk, amivel majd ottan kedveskednek és meglepetésszerűen előpattannak. Úgyhogy én magam is ezt a műfajt is fogom ott képviselni. De lesz 2 zenekarunk is, a Kiskata zenekar, láttam, igen. Az Agyag banda, ugye ők is folyamatosan mindenhol turnéznak, és hát ne felejtsük el az Experidance-nek a táncakadémistáit, 16 fiatal akadémista fog eljönni, és szerintem ez a legkedvesebb, amikor a gyerekek adományoznak valamit, a művészetüket gyerekeknek. Igen. Kicsit beszéljünk arra, hogy ezt a jó kis pálinkaivást, az operettet, a táncot, tulajdonképpen mit segítünk majd ezzel, hiszen azt hiszem most itt ez a legfontosabb. Mit és kiket elsősorban? Igen, az irgalmas szamaritánus református gyermekotthon Nagydobronyban, ahol 61-nehány kizárólag leánygyermeket nevelnek. A gyermekek között nagyon sok fogyatékkal élő van, nagyon sok ugye az épp egészséges gyermek. Mindegyiknek egy nagy problémája van, vagy félárva, vagy árva, akiket elhagytak a szüleik. És köszönhetően Katkó László igazgató úrnak, aki most már több mint 25 éve édesapja az összes gyermeknek, felesége az édesanyja az összes gyermeknek, hát egy olyan missziót teljesítenek ott, hogy egész Ukrajnában csodájára járnak mert ennek. Mert hogy azért tegyük hozzá, hogy ez nem a határokon belül, hanem Kárpátalján található. Igaz, és nagyon fontos az a misszió, amit ők teljesítenek, és szerintem ez a legtermészetesebb dolog, hogy egy női szervezet, illetve egy miskolci, mert a társszervezetről is kell, hogy beszéljünk, a Görbéről, hiszen nekik köszönhetjük azt a pálinkát, amit majd feltöltünk ebbe a nagy pohárba, és ebből majd mindenki kóstolhat. Ugye azért is fontos, mert hogy ez a gyermekotthon ugye ilyen tényleg szegény sorsú és árva gyerekeket segít, és tulajdonképpen az ukrán állam, hogyha jól tudom, semmiféle segítséget nem ad ennek a gyermekotthonnak. Ez egy önfenntartó gyermekotthon egyébként, ami még a szépsége ennek és a megható része, hogy mindent maguk termelnek meg. Azért ezek a gyerekek már megtanulják, elég korán felnőnek ugye az ilyen árva, félárva gyermekek, és megtanulják azt, hogy hogyan
hogy a fizikai részét annak, hogy hogyan... Maguk termelik meg az összes javak, amit kell nekik. Nagyon kevés időnk van, csak amiatt, hogy tényleg felhívjuk a figyelmet, hogy a karácsonyi vásáron belül hol lesz a standotok, illetve mi van akkor, hogyha valaki nem tud oda menni? Lehet-e például pénzadományt, utalás formájában? Igen, a honlapunkon és a görömbölyi borbarátok és hagyományőrzők egyesületének honlapján is fönn van ez a számlaszám. A Zserbó ház előtt van a nagy színpad, ott tesz egy faházunk, és ott várunk minden kedves érdeklődőt. Ha csak kíváncsi a művészekre, akkor is, ha szeretne adományozni, akkor is. És Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, tehát ennek a honlapján lehet. Is, igen, köszönöm is. Szépen. Tehát férfi két... módon elnézést, még azt is tegyük hozzá, hogy 35 literes pálinkás pohárból fogjátok önteni majd a pálinkát. 32, ha jól emlékszem. Gyúrunk a rekordra, tehát ez egy reménykedünk, hogy megint el fog fogyni. És nemes a cél mindenképpen. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen, sok sikert kívánunk. Köszönjük.